Nažalost, živimo u svetu koji je mnogo drugačiji nego što je to bio pre samo 20-30 godina. Sajnos olyan világban élünk, amely teljesen más, mint 20-30 évvel ezelőtt. Mnogo se toga u duhovnom svetu menja i odvija. Tehát sok minden változik a szellemi szférában. I to velikom brzinom. Nagy gyorsasággal. Recimo, za mnoga takozvana nova učenja koje se danas šire hrišćanstvom nisam ni čuo. Sok olyan új tanításról, amelyet ma a kereszténységen belül hirdetnek, még nem is hallottam. Nisam ni čuo tamo negde početkom 90-ih, kada sam se obratio. Nem hallottam ilyenekről például a 90-es évek elején, amikor megtértem. Učenja koje su se danas uvukle u crkvu. Tehát a tanítások, amelyek ma bejöttek a gyülekezetbe. I koje su dobrodošle u većini crkvi, nažalost. És amelyet legtöbb gyülekezetben jól fogadtak sajnos. Tada, nedávno, ono vreme nisu ni smela prag da pređu. Tehát abban az időben régebben még a küszöbön se léphettek át. Na vratima su stajali pastiri, koji su branili stado od vukova i lažne doktrina. Tehát a küszöbnél ott állt a pásztor, aki védte a nyájat a hamis tanítóktól és a farkasoktól. Dok danas na vratima gotovo da nemate nikoga. Ma pedig általában nincs senki a bejáratnál. Osim oni koji prave kompromise radi svog dobitka. Csak azok, akik kompromisszumot kötnek saját nyereség miatt. I zato se od crkve uvlače takozvane nove doktrine, nova učenja. És ezért jönnek be a gyülekezetbe az ilyen újfajta tanítások, új doktrinák. I zato je sve manje vernika, jer tako nešto truje. Azért van mindig, mind kevesebb hívő, mert ezzel megfertőzik a gyülekezetet. U biblijskom smislu ovo ne iznenađuje, jer je o tome i prorokovano. A Bibliában ez nem egy meglepő dolog, mert erről már lett profétálva. Lažna doktrina, lažni učitelji, neki drugi Hrist, neko drugo evanđelje i tako dalje. Hamis tanítások, hamis tanítók, egy másik Krisztus, egy másik evangélium. Ali ono što najviše brine je tolerancija sekularne filozofije koje su uvukle u crkvu. A legjobban az lep meg, hogy tolerálják a világi filozófiákat, amelyek bejönnek a gyülekezetbe. Itt a pod maszkom motivációni govora, New Age-a, i koznas csega szvene. Ez egy olyan maszk alatt fut, mint például a motivációs beszédek, a New Age. I koznas szvene. És ki csega tudja, ne. Mi minden még. I sve ovo što sam navio, tako se brzo širi hrišćanstvom, da je gotovo nemoguće pratiti. És ez annyira gyorsan terjed a kereszténységbe, hogy szinte lehetetlen észrevenni. És a logikus pitanje, zašto se to dešava? És a logikus kérdés az, hogy miért történik ez? Pa zato što sve manje njih ustaju protiv toga i usuđuju to. Azért, mert mind kevesebben vannak olyanok, akik ez ellen fölállnak és elítélik. I umjesto da se mnoge stvari koje truju crkvu osude, one se tolerišu. És ahelyett, hogy az ilyen dolgokat, amelyek a gyülekezetet megfertőzik, elítélnék, inkább tolerálják őket. I sve više čutimo, kada bi trebali da reagujemo i nešto kažemo. És mind többet hallgatunk, akkor, amikor fel kellene állnunk és felszólalni. I sve manje koristimo osudu kao odgovor i rešenje onoga što truje crkva. És sve manje? Sve manje koristimo osudu kao odgovor. És mind kevésbé használjuk az elítélést, mint választ ezekre a dolgokra. I rešenja onoga što truje crkvu. És mint megoldást az ellen, ami a gyülekezetet megfertőzi. Vidite, osuda, ukoliko je pravedna, može biti moćno oružje pravednosti. De az ítélet, hogyha igazságos, akkor egy hatalmas fegyver lehet az igazság oldalán. Da li ste nekad osudi razmišljali na ovaj način? Gondolkodtatok-e valamikor is az ítéletről ilyen módon? Kao moćnom rešenju pravednosti. Mint az igazságosságnak egy hatalmas fegyvereként. Pa verovatno niste, jer ste mnogo puta čuli oni koji vam govore nemoj da mi sudiš. Valószínűleg nem gondolkodtatok még így, mert inkább azokat hallottuk, amikik azt mondták, hogy ne ítélj.
Pozvani smo da sudimo, ali moramo pažljivo definisati pojmove. Mi el vagyunk hívva arra, hogy ítéletet hozzunk, de moramo pažljivo definisati pojmove. Nagyon figyelmesen kell, hogy definiáljuk a fogalmakat. Matej 7.1. Ne sudite, da se ne bi sudilo vama. Máté 7.1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek el titeket. Luka 6.73. 37, pardon, Luka 6.37. Lukács 6.37. Ne sudite, pa vam se neće suditi. Ne ítéljetek, és nem ítéltetik nektek. Ne osuđujte, pa nećete biti osuđeni. Tehát ne ítéljetek, és ti se lesztek elítélve. Ne sudite. Ne ítéljetek. Ali ako otvorimo Jovan 7.24, šta čitamo? De ha kinyitjuk Jánost, 7.24. 7.24, akkor mit látunk? Ne sudite po spoljašnjosti, nego sudite pravedno. Ne a külső alapján ítéljetek, hanem hozzatok igazságos ítéletet. I da, Biblia govori o sudu na koji smo pozvani. Ko bi rekao? És a Biblia igenis beszél olyan ítéletről, amire mi el vagyunk hívva, ki gondolná ezt. Jó, kamo sreće da to više radimo. És milyen jó lenne, hogyha ezt többet gyakorolnánk. A umesto toga mi tolerišemo i ne želimo da se suprostavimo nikome. De mi inkább toleráljuk a dolgokat, mert nem akarunk senkivel se szembeszállni. Ja, Bože moj, nismo tu da sudimo. Mert nem azért vagyunk, hogy mi ítéljünk. Ne sudite, nego sudite. Ne ítéljetek, hanem ítéljetek. Ima li tu kontradikcije? Van itt kontradikció? Nema, zato što se tu koriste dve različite reči za osudu, odnosno osuditi. Nem, nincsen azért, mert itt két különböző szó van az eredetiben, amely... Dve različite reči za osudu, odnosno suditi. Arra, hogy elítélni vagy ítélni. Osuda na koju smo pozvani, ili bolje reči zapoveđeno nam je. Az a fajta ítélet, amelyre el vagyunk hívva, illetve amely megvan számunkra parancsolva. Na grčkom je diakrino. Görögben diakrino. Jednostavno znači rasuditi. Ami azt jelenti, hogy megkülönböztetni. Reč rasuditi znači oceniti, proceniti. Tehát azt jelenti, hogy valamiről valamit osztályozni, valamit felmérni. Ili drugim rečima, pažljivim sagledavanjem činjenica doneti sud o nečemu. Illetve egy figyelmes, vagyis odafigyeléssel egy döntést hozni, vagy egy megkülönböztetni valamit valamitől. Doneti sud o čemu? De mivel kapcsolatba kell ítéletet hoznunk? Pa o tome da li je nešto u skladu sa Božijom istinom, odnosno voljom. Arról, hogy valami összhangban van-e Isten igazságával, illetve az ő akaratával. I da li je u skladu sa vodstvom Svetog Duha. És összhangban van-e a Szent Szellem vezetésével. Da ovo češće radimo. Ha ezt többet tennénk. Naš lični život, život u crkvi bi mnogo zdraviji. Akkor a mi személyes életünk és gyülekezeti életünk is sokkal egészségesebb lenne. Šta ovo znači u praksi? Mit jelent ez a gyakorlatban? Pozvani smo da sudimo, odnosno procenjujemo da li je nešto ugodno Bogu ili ne. El vagyunk hívva arra, hogy megítéljük azt, hogy valami kedvese Isten előtt, illetve nem. Znači ponovit ću sud na koji smo pozvani. Tehát megismétlem, az a fajta ítélet, amelyre el vagyunk hívva. To je sud kojim procenjujemo da li je nešto Bogu ugodno ili ne. Az egy olyan fajta ítélet, vagy megítélés, amelyel eldöntjük, hogy mi az, ami Istennek tetsző, vagy nem, és mi az, ami az ő akarata szerint van-e. Rasuditi ili proceniti. Tehát megítélni, vagy felmérni. Tu reč pronalazimo u 1. Korinčanima 14.29. Ez első Korintus 14.29-ben találhatjuk. Od proroka neka govore dvojica ili trojica, a ostali neka rasuđuju. A proféták egyen vagy ketten szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. A ovom skladu, da li je nešto, ili da li je proroštvo od Boga, ili je neka ljudska izmišljotina? U ovom kontekstu, pardon. Ebben a szövegkörnyezetben
Izvini, možeš pokrenuti. U ovom kontekstu, da li je proroštvo od Boga ili je neka ljudska izmišljotina? Ja, hogy azt kell megítélni, hogy ez a profécia Istentől van-e, illetve emberi kitaláció. To je samo u ovom kontekstu, zašto su se tu koristi riječ rasuđuju. Tehát itt ebben a szövegkörnyezetben erre vonatkozik, és ezt a szót használja, hogy megítélni. Vidite, rasuditi, možemo definisati kao razdvajanje dve stvari koje nikako ne idu jedna uz drugu. Tehát ezt a megítélést úgy is fogalmazhatjuk, mint két dolgot elválasztunk egymástól, ami sehogy nem mehet együtt. Svako od nas je pozvan da pažljivom procenom donese sud o tome da li živimo u skladu sa Božjom voljom. És mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy egy ilyen megkülönböztetést, vagy megítélést hozzunk azzal kapcsolatban, hogy mi kedves Istennek és mi nem. Da li je naš život, recimo život naših braća i sestara? A mi életünk, vagy a mi testvéreink élete. Pastíra, vodstva. A pásztor, a vezetőségnek az élete. Crkve i njenog učenja. A gyülekezet és a tanítása. U skladu sa biblijskim zapovjestima i instrukcijama ili ne? Hogy mindez összhangban van-e a Biblia utasításaival, vagy nincs. I da malo sumiram sve ovo. És hogy összegezzem ezt az egészet. Pozvani smo da sudimo da li je nešto biblijski ili ne. El vagyunk hívva arra, hogy megítéljük azt, hogy valami biblikus-e vagy nem. To smo dužni da radimo u našim životima i životima drugih. Erre vagyunk elhívva, hogy tegyük a saját életünkben is, de mások életében is. Nemojte neko da vam kaže zašto mi sudiš. És ne mondja valaki nektek azt, hogy miért ítélsz engem. Pa sudim ti zato što vidim da ti život nije u skladu sa Bibliom. Azért ítéllek meg, mert látom, hogy az életed nincsen összhangban a Bibliával. E sad, na koji se način obavlja ovakva vrsta suda ili procene? És milyen módon kell ezt a fajta megítélést meghozni? I koja je svrha? És mi a célja? Zašto treba da sudimo ljudima? Miért kell, hogy megítéljük az embereket? Prvo treba da razdvojimo ono što nikako ne ide zajedno. Tehát először is el kell választanunk azt a két dolgot, amely nem mehet együtt. Drugim rečima, šta je tu biblijski, a šta nije? Más szóval, mi az, ami biblikus, és mi az, ami nem. Sa drugo, potrebno je sagledati obe strane problema. És másrészt meg kell nézni a problémának mindkét oldalát. Ili nekog postupka koji zaslužuje ovakvu vrstu osude. Illetve, hogy milyen eljárást érdemel ki egy ilyen fajta ítélethozatal. Mora postojite osnova ili razlog za osudu. Tehát kell, hogy legyen oka az ítéletnek. Vidite, da bi imali jasni pogled i razumevanje onoga što ocenjujemo. Hogy a tisztább képet kapjunk annak az okáról, hogy miért kell ítéletet hoznunk. Bitno je uzeti u obzir svaku mogućnost. Akkor fontos, hogy minden lehetőséget figyelembe vegyünk. I sagledati sve činjenice da bi na kraju doneli ispravan sud. És minden tényt meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy igazságos ítéletet hozzunk. I ovo nije ništa drugo do jedan razumni zaključak izveden iz pažljivih zapažanja. És ez csak egy észszerű következtetés a megfigyelések alapján. Vidite, ovo možemo ubrojiti i crkvenu disciplinu. Ide sorolhatjuk a gyülekezeti fegyelmezést is. Postupci mnogih ljudi iziskuju da reagujemo i ukorimo. Mert sokan a visel... Izvini. Jer postupci ili ponašanja mnogih ljudi iziskuju da reagujemo i da ih ukorimo. Mert sokaknak a viselkedése ezt kihív bennünket, hogy erre reagáljunk. Esze, da bi neko bio efikasan u donošenju ispravnog suda, hogy valaki hatékony legyen abban, hogy helyes ítéletet hoz, on mora dobro poznavati Bibliju.
annak szüksége van arra, hogy nagyon jól ismerje a Bibliát. A zašto da bi procenio da li je neki postupak biblijski ili ne? Miért? Azért, hogy meg tudja ítélni, hogy egy eljárás biblikus-e vagy nem. Jer se mnogi danas ne poznaju Bibliju, pa ne mogu da razlikuju šta je biblijski, a šta ne. Manapság sokan nem ismerik a Bibliát, és ezért nem is tudják megítélni, hogy mi a biblikus és mi nem. E oto da toliko raznih lažnih doktrina i učenja. És innen van az, hogy olyan sok hamis tanítás és doktrina van. A vidite, ovo što do koje ovde govorim je jedno zdravo rasuđivanje. De az ítélet, amiről ma beszélek, az egy egészséges megítélés. Da bi se ustanovilo da li je nešto ugodno Bogu i u skladu sa njegovom rečju. Hogy az, amit megítélünk, az igaz-e, és hogy Isten igéjével összhangban van-e. Pogledajte samo današnje učenje koje se šire crkvama. Nézzük csak meg a tanításokat, amelyek manapság terjengnek a gyülekezetbe. És sve manje onih koji će se suprotstaviti i reći. És mind kevesebben vannak olyanok, akik szembeszállnak és reagálnak erre. Ej, ljudi, pa mi su procenili da ovo nije ispravno učenje, nije u skladu sa istinom. Mi felismertük, hogy valami nem biblikus, nincs összhangban a nije u skladu sa istinom. Az igazsággal. Vidite, mi smo pozvani da pažljivo procenimo da li je nešto u skladu sa Božjom rečju. Mi arra vagyunk elhívva, hogy figyelmesen megítéljük azt, hogy mi nincs összhangba Isten igéjével. I na osnovu te reči donesemo sud o tome. És ennek alapján ítéletet hozunk róla. Vidite, ovako nešto je zdravo i nešto što bi trebalo svakodnevno primeniti u svom životu. Ez az egészséges dolog, és minden nap kellene, hogy alkalmazzuk az életünkben. Itt prvenstveno na sebi. Elsősorban saját magunkon. Svaki dan treba da procenimo da li je naš život u skladu sa Bibliom ili ne. Minden nap meg kellene, hogy ítéljük, hogy a mi életünk összhangban van-e a Bibliával vagy nincs. Sagledamo svoj duhovni život da bi ustanovili koliko je ugodan Bogu. Hogy megállapítsuk, hogy a mi életünk mennyire kedves Isten előtt. I da li treba nešto menjati. És kell-e valamin változtatnunk. I vidite, to je jedan zdrav sud na koji smo pozvani. Ez egy egészséges ítélethozatal, amire el vagyunk hívva. I videli smo da se ovakva vrsta procene donosi u skladu sa Božjom rečju. És az ilyen fajta megkülönböztetés Isten igéjével összhangba kell, hogy legyen meghozva. Preko te reči utvrđujemo da li je moj ili tvoj postupak biblijski ili ne. És ez a szó alapján, az ige alapján, da li je moj ili tvoj postupak biblijski ili ne. Megítélni, hogy az én cselekedetem vagy a te tiéd biblikus-e. E sad da vidimo koja je svrha ovakvog suda ili rasuđivanja. Nézzük meg, hogy mi a célja az ilyen fajta ítéletnek vagy megkülönböztetésnek. Zašto posmatramo i ocenjujemo svoje živote i živote drugih? Miért figyeljük a saját életünket és mások életét? Vidite, pa da bi utvrdili da li smo na pravom putu ili smo skrenuli sa njega. Azért, hogy megállapítsuk, hogy a jó úton haladunk-e, vagy pedig letértünk róla. Da li to radite svaki dan ili svake nedelje? Teszitek-e ezt minden nap, vagy minden héten? Da li uzmete Bibliju i razmišljate, ej, da li je moj život u skladu sa ovim što tu piše? Megfogjátok-e a Bibliát, és megnézitek-e, hogy a ti életetek összhangban van-e azzal, amit ott ír? Da li súdite sami sebi? Megítélitek-e saját magatokat? A vidite, koja je svrha svega ovoga? Tehát mi a célja mindennek? Zašto súdimo sebi ili drugima? Miért ítéljük meg magunkat és másokat? Pa da bi nekome pomogli. Azért, hogy segítsünk valakinek. Pomogli da neko obnovi svoje zajedništvo sa Bogom i vrati se na pravi put. Segítünk valakin, hogy megújuljon és visszatérjen a helyes útra. Brate, sestro, na primjer, primjetili smo da ovo što radiš nije ugodno Bogu. A férfi vagy női testvérnek mondjuk, hogy észrevettem, hogy az, amit teszel, az nincs összhangban Isten igéjével. Nanosi štetu tvom životu i vodi ka propasti.
ami tönkre, tehát kárt okoz neked, és a tönkremenésbe vezet. Da li ti mogu nekako pomoći? Segíthetek-e valahogy? Vidite, ovakva vrsta suda ili rasuđivanje ima za cilj da nekome pomogne u duhovnoj obnovi. Tehát az ilyen fajta ítélethozatal az segít valakin, hogy megújuljon szellemileg. I čuvajte se oni koji vam govore, ma nije to tako strašno, takvi ne rasuđuju trezveno. Ne figyeljetek azokra, akik azt mondják, hogy ez nem olyan borzasztó, ők nem józanul ítélik meg a dolgokat. I to je sud na koji smo pozvani. Ez az a fajta ítélet, amire el vagyunk hívva. Da procenjujemo, da li je moj ili tvoj život u skladu sa Bibliom ili nije. Hogy megítéljük azt, hogy az én életem vagy a te életed a Bibliával összhangban van-e, vagy nincs. Ukoliko nije, da pomognemo sebi i drugima da se vratimo na pravi put. Ha nincs, akkor segítsünk magunkon és másoknak, hogy visszatérjük a helyes útra. Da li sudite na ovaj način svakodnevno sebi i drugima? Megítéltek magatokat és másokat ilyen módon naponként. E sad toliko ovoj vrsti suda i rasuđivanja koji ima za cilj, rekli smo da proceni da li je nešto biblijski ili ne. Tehát ahogy említettük, ennek a célja az, hogy felmérjük, hogy valami biblikus-e vagy nem. E ajde da vidimo sad tu osudu koju Biblija zabranjuje. De most nézzük meg azt a fajta ítélethozatalt is, amelyet a Biblia megtilt. Ta osuda, grčka reč koja se tu koristi je krino. Erre a görög szó a kreino. Jednostavno znači donošenje presude. Ez pedig azt jelenti, hogy elítélni valakit. Koje rezultira osudom i kaznom. Amely, tehát elítél és büntetést von maga után. I to je ono što ne smemo raditi. Ez nem szabad tenni. Vidite, možemo proceniti šta je rečeno ili urađeno. Meg tudjuk ítélni, vagy felmérni, hogy mit tett valaki. Ali ne donosimo konačnu odluku, odnosno presudu. De mi nem hozunk egy végső ítéletet, nem ítéljük el. Mi na to nisu pozvani. Mert erre nem vagyunk el. Zašto? Zato što ne poznajemo dovoljno nečije srce i njegove motive. Azért, mert nem tudjuk az embernek a szívét és az motivációit látni. E sad uzmem primjer iz pravosudnog sistema. Vegyek egy példát a jogból. Mi smo porota, Bog je sudija. Mi vagyunk a... Hogy mondjuk ezt magyarul, nem összeszedtem. Dobro, oni koji se... Az esküszék. Da. És Isten pedig a bíró. Vidite, porota se trudi da sagleda slučaj iz svih uglova. Az esküdtszék az megpróbálja minden oldalról megnézni a szituációt. I uzima u obzir sve mogućnosti. És minden lehetőséget megpróbál megvizsgálni. E sad porota ne donosi presudu. De az esküdtszék nem hoz döntést. Samo ima jasni uvid u slučaj na osnovu priloženih činjenica. Csak tisztább képe van arról, ami alapján meghozza majd a bíró a döntést. Finálni sud, presudu i vrstu kazne donosi sudija. Tehát a végső ítéletet a bíró fogja majd meghozni. Ovaka vrsta suda pripada samo Bogu. Ez a fajta ítélethozatal csak is Isten dolga. Jer on za razliku od nas raspolaže svim činjenicama. Azért, mert tőlünk eltérően ő rendelkezik az összes ténnyel. I savršeno nas poznaje. Tökéletesen ismer bennünket. Recite im da li mi sudimo na ovaj način. Mi tudunk-e így ítélni? E, te kako? Hogyan? Kaže mi te kako, znači de sudimo na taj način, da. Igen. Vidite, svesno ili nesvesno preuzimamo ulogu Boga. Tehát, svesno ili ne? Tudatában vagyunk, vagy nem, de átvesszük Istennek a szerepét. I recite mi koliko ste do sada pogrešnih procena donili o nekome. És figyeljük meg, hogy hányszor hoztunk már téves ítéletet valakiről. I nažalost tako mu naneli štetu. És sajnos, hogy ilyen módon kárt okoztunk benne. Svi znamo o čemu ja to pričam. Mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek most. Koliko je puta naš sud o nekome bio nefer?
Hányszor volt az, hogy nem volt fair az ítélet, amit hoztunk valaki fölött? Osudili smo nekoga možda samo na osnovu toga što nam se ne sviđa. Valakit elítéltünk csupán azért, mert nekünk ez a személy nem tetszik. Ne samo što smo ga osudili, već smo ga i kaznili. Kako? Nem csak, hogy elítéltük, hanem még meg is büntettük, de hogyan? Pa tako što smo se prema njemu poneli nemilosrdno i bezosećajno. Úgy, hogy felé kegyetlenül és érzéketlenül viszonyultunk. Grubo i nepravedno, na primer. Gorombán vagy igazságtalanul. Osuditi i kazniti nekoga znači srozati nekoga, oboriti ga. Tehát valaki elítélni és megbüntetni azt jelenti, hogy valaki letiporni. Uništiti mu reputáciju. A hírnevét tönkretenni. I ovo često radimo, priznali mi ili ne. Ezt is gyakran tesszük, akár elismerjük, akár nem. Neki brat ili sestra nam se ne sviđa, odlučili smo da ga uništimo. És ha egy testvér vagy egy testvérnő nem tetszik nekünk, és eldöntjük, hogy tönkretesszük. Pozvani smo da izgrađujemo, ne da rušimo nekoga. De arra vagyunk elhívva, hogy építsünk, nehogy romboljunk. Razgovara s tom osobom, saznaj pojedinosti, ponudi pomoc. Beszélgess ezzel a személlyel, tudd meg, hogy mi van a háttérben, és próbálj neki segítséget nyújtani. Nemoj ići okolo i širiti neproverene informacije. És ne menj körbe, és ne terjeszt olyan olyan információkat, aminek nem jártál utána. Ne plüj po nekome po crkvi. Ne köpködj valakire a gyülekezetbe. Vidite, ne poznajmo sebe, kamoli druge. Nem ismerjük még saját magunkat sem eléggé, hogy ismernénk másokat. Akkor ti znaš, zašto je ta osoba takva kakva je? Honnan tudod, hogy ez a másik személy miért olyan, amilyen? Zašto je takva i zbog čega? Miért olyan, mi az oka ennek? Možda ima neku ranu za koju ti ne znaš. Lehet, hogy van valami olyan sebe, amiről te nem tudsz. Ne znaš sve pojedinosti i činjenice. Nem tudsz minden egyes apróságot, minden tényt. Tvoje, da učiniš sve, da vratiš tú osobu na pravi put. A tiéd annyi, hogy mindent megtegyél, hogy ezt a szemét visszatérítsd a helyes útra. Ako treba da ukoriš, ako treba da disciplinuješ, slobodno. Hogyha meg kell őt feddeni, vagy fegyelmezni, akkor ezt szabadon megteheted. A Bogu ostavi da súdi nečijem životu i njegovim motivima. De hagyd Istenre azt, hogy ő ítélje el, és ő tehát ő tudja az ő indítékait és súdi nečijem životu i njegovim motivima. Zašto radi to što radi? Tehát ne ítélj valaki élete fölött és az ő indítékai fölött, hogy miért teszi azt, amit tesz. Vidite, ovakva vrsta suda ima za cilj da nekome presudi obično na osnovu predasuda. Általában, amikor ilyen ítéletet hozunk, akkor előítélet miatt hozunk ilyen döntést. Evo, recimo, na primer, Marika mi se ne sviđa, pa sam rešio da je kaznim. Például nem tetszik nekem Marika, és úgy döntöttem, hogy megbüntetem őt. Pa krećem da širim laži o njoj. És elkezdek hazugságokat híresztelni róla. Izmišljam ono najgore. És kitalálok valami legrosszabbat. I tako je rušim očima drugih. És így az ő hírnevét meg... Tehát... I tako je rušim očima drugih. Mások szemében őt megalázom. Recite mi, gde je ovaj hrišćanski duh izgradnje i ohrabrenja? Hol van belőletek a keresztény szellem, amely épít és bátorít? Vidite, da smo tako brzi osudi sebe, kao što smo osudi drugih. Ha ilyen gyorsan tudnánk saját magunkat megítélni, mint ahogyan ítélünk másokat, manje bi súdili. Akkor kevésbé ítélnénk el. A zašto bi manje súdili? Miért ítélnénk el kevésbé? Pa zato što bi, ukoliko smo fair, mert amennyiben igazságosak vagyunk, u sebi otkrili balvan koji je 100 puta veći od onog trna koji tako lako primetimo kod drugih. Akkor gyorsabban észrevennénk a gerendát saját szemünkben. Koji je 100 puta... Százszor nagyobb.
od onog trena koji tako lako primetimo kod drugih. Onnál a szálkánál, ami olyan könnyen észreveszünk másoknál. Zato sudite pravedno. Ezért igazságosan ítéljetek. Vidite, ono što treba da znamo, da su najveći protivnici osude oni koji tolerišu sve. A legnagyobb ellenségei a megítélésnek azok, akik mindent tolerálnak. O njih ćete obično čuti zašto mi sudiš. És tőlük általában azt fogjátok hallani, miért ítélsz engem. Pa sudim te zato što je tvoj život, tvoja doktrina suprotna Božoj reči. Azért ítélek meg, mert a te életed, a te tanításod ellentétben áll a Isten igéjével. Kad vam neko kaže zašto mi sudiš, što on u stvari želi da kaže? Amikor valaki kérdezi, hogy miért ítélsz engem, akkor valójában mit akar mondani? On želi da kaže, ne govori mi da je način na koji živim pogrešan. Ezzel tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy ne mond nekem azt, hogy az az élet, amit én élek, az helytelen. Vidite, ljudi odbijaju osudu jer ne žele biti stavljeni pod prekor ili ukor. Azért utasítják vissza, amikor megítéljük őket, mert nem akarják, hogy megfegyelmezzük őket. Ne žele da se razotkrije istina o njima. Nem akarják, hogy fel legyen fedve az igazság róluk. Jer mi ne prihvatamo, obično ne prihvatamo nijedan sud osim našeg. Mert általában nem szeretünk elfogadni ítéletet mást, mint a sajátunkat. Znači, sudite pravedno. Tehát igazságosan ítéljetek. Donosite procene na osnovu Božje reči. És hozzatok döntéseket Isten igéje alapján. A Boh neka sudi nečijim motivima, delima i životu. És hagyjuk Istenre az ítéletet valakinek az életéről és a szándékairól. I vi ste slobodni da izaberete jedan od ova dva suda. És kiválaszthatjátok az egyiket ez a kétfajta ítélethozatal közül. Szóval pazite, kako sudite drugima, tako će se suditi i vama. Csak vigyázzatok, mert ahogyan ti ítéltek, úgy lesz nektek is ítélve. Pozvani smo da sudimo. El vagyunk hívva, hogy ítéljünk. Krenite od sebe. Induljatok el saját magatok. To is možete i danas uraditi. Ezt már ma is megtehetek. Razmislite o tome, da li vaš život ide u skladu sa Bibliom ili ne. Gondolkodjatok el azon, hogy az életetek összhangban van-e a Bibliával, vagy nincs. To je zapovest, ukoliko to ne radite, činite greh. Ez egy parancsolat, és amennyiben ezt nem teszitek, akkor bűnt követtek el. Ukoliko vidite, da neko zastranjuje od pravog puta. Amennyiben azt látjátok, hogy valaki eltér az igaz úttól. Sudite i njemu i recite mu da ono što radi nije u skladu sa Bibliom. Ítéljétek őt meg, és mondjátok neki, hogy az, amit tesz, az nincs összhangban a Bibliával. Nem hogy tudsz nečije motive, jer ih ne poznajte. De ne ítéljétek meg az ő motivációikat, mert ezt nem ismeritek. To rádi Bóg, jer raspoložen svim činjenicama. Ez csak Isten teheti meg, mert ő rendelkezik minden ténnyel. I nadam se, da smo danas nešto naučili o razliki između ta dva suda. Remélem, hogy ma valamit megtanultunk a különbség között, ez a kétfajta ítélet között. Na jeden smo pozvani, na drugi nismo. Az egyikre el vagyunk hívva, a másikra nem vagyunk. Pa izaberite kako ćete suditi. És válaszátok ki, hogy hogyan fogtok ítéletet hozni. Svoj život i život drugih. A saját életek felett és mások élete felett. Pogotovo crkvi i doktrini koje su uvukla u njoj. És különösen a gyülekezet felett és a tanítások felett, amíg bejöttek a gyülekezetbe. Hristijanstvo bilo mnogo zdravije da postoje osobe koje pravedno sude. Sokkal egészségesebb lenne a kereszténység, hogyha lennének olyan személyek, akik igazságosan ítélnek. I koji idu protiv pastori, ako treba. Akik, hogyha szükség, akkor még a pásztor ellen is menne. Ukoliko vide da to što rade nije biblijski. Ha azt látják, hogy az, amit tesznek, nem biblikus. Amen. Amen.